butaság miatt szenved, Hágár pedig nem becsülte az asszonyának a tekintélyét, mert lenézte, emiatt szenved. Végül érdekes módon Isten megmenti ettől a helyzettől, mint a kettőt, nem hagyja cserbe. Ezt fogunk látni ezután. Hágár se fogja cserbe hagyni, se Sárájt, mindkettőt. Így visszaadja nekik azt a méltóságot, mondjuk Isten, és csak hogy az egész Bibliában, ha végignézzük, 95% ember téved, eltéved ember. Mindenki valami módon eltéved. Nincsen olyan, aki 100%, de tökéletes. Nagyon-nagyon kevés. Nagyon kevés ember van. Szóval mi is benne vagyunk ebben a történetben, eltévedt emberek vagyunk. Ha Bibliában ilyen sokan vannak, akkor mi nem vagyunk messze ettől. De nem kell félnünk. Ez az a vigasz, amit mi kapunk a mai tanításból. Ez egy nagyon nagy vigasz. Mi is eltévedt emberek vagyunk, és el is fogunk tévedni ezen túl is. De nem kell aggódni emiatt. Mert Isten akkor is lehajol. Akkor is küldi az angyalt, akkor is küldi üzenetet, hogy visszaigazítja, igazgatja a mi utunkat. Mondtam nektek, hogy szenvedéstől nem lehet menekülni, és az szent igazság. Szent Pál az ő leveleiben is ugye írja, hogy testemben kaptam, ő is kérte többször is, hogy jobb legyen az élete, de azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Ezzel működjél. Ez veled lesz, ha nem, akkor talán elbízol magad. Időnként ez az elbizalkodottság, ez tud nagyon ronda dolgokat csinálni életünkben. Talán ezért is van az életünkben sokszor is az a fajta tövés a testünkben. Tévedések. Hálát kell adni Istennek, hogy bizonyos tévedések jók életünkben is, mert az mindig segít bennünket visszatalálni Istenhez. Ezt az üzenetet kapunk a 16. fejezetből. Most megyünk a 17. fejezetbe. Most már Ábrám pedig elég idős. Már 90 éves. Mindjárt lesz 100 éves. Ugye 86 esztendős volt, amikor Ismáél született. Azután már eltelt 13 esztendős, semmi nem történik. Ebben a fejezetben, amikor találkozunk Ábrahammal, akkor már 90 éves. Nincs csak, hogy egy ember, aki megkapja az ígéretet 75 éves korában, ami nagyon fontos, hogy neked lesz gyermek, és ő hitte, és most már hány éves? 99. Még nem történt semmi. Csak az, amit a butaság miatt, feleségének a butaság miatt született a gyermek, Ismáél. De az ígéret gyermek még nem. Itt is lehet látni, kedves testvérek, az Úr csendben van, hosszú időn keresztül. Eszembe jut Mónikának az élet, Szent Mónikának az élete, ugye az ő fiaiért mennyit imádkozott Ágostonért. Hány év? Körülbelül egy 25 év. 25 évet kellett imádkozni az ő megtéréséért. Ma mi szentként tiszteljük mind a kettőt. Ez ugyancsak mondja, hogy ha valami ígéretet kapunk, valami sugallatot kapunk, akkor ne gondoljuk egyáltalán, hogy az akadálymentes lesz, és napról a másikra be fog teljesedni. Nem, ilyen nem lesz. Istennek megvan a maga ideje. Mi életünkben is az így van. Csend van Ábrahám életében, és most már 90 éves, és megint megjelenik, és mondja az Úr neki, hogy most már szövetséget szeretném kötni vele. Ez most egy fontos szakasz Ábrahám életében. Megint mondja, hogy meg fog születni, ne ijedj meg fog születni, és azután lesz neked a gyermek. De én ezelőtt fogok szövetséget kötni.
És a szövetségkötésnek a fejezete ez. Tudjátok, hogy itt mi a szövetségkötésnek a jele, körülmedélés. Ez lett a szövetségi kötésnek a jele. Innentől kezdve nem Ábrám a neve, hanem Ábrahám, és Sárájnak a neve is megváltozik, Sára lesz a neve. Mindkettőnek megvan az értelme. Mi az erzetes rendünkben, vagy a mi életünkben is, meg átvezük egy másik nevet, ugye, akár keretségkor, vagy gondoltatok, hogy vajon minek kell egy másik neve? Vagy éppen két neve, három neve van időnként, nekem meg négy neve van, és egyik se rendesen használjuk. Egyik a templomban, másik amikor otthon voltam, azután amikor noviciátusban, amikor az első fogadalmat tettem, akkor is vettem egy nevet, és itt megkaptam egy negyedik nevet. De fontos, hogy ennek van egy üzenete. Itt a szövetség kötéskor megváltoztatja az Isten az ő nevét. Ábrámból Ábrahám lesz, és a feleségének a nevét is változtatta, Sárájból Sára lett. És egy küldetést ad. Amikor mi megkapjuk egy küldetést, bár keretségkor mi veszünk egy nevet, akkor még nem tudjuk egyébként, ugye mi kaptuk ezt a nevet a szüleimtől. De ez egy külön küldetést jelent. Innentől kezdve te ki vagy választva. A szövetséget kötött az Úr. Érdemes ezen elmélkedni. Amikor az én nevemet, a régi Betty nevet én megváltoztattam, amikor az első fogadalom, amikor letettem, Benvinnek, én választottam ezt a nevet, onnantól az egy külön alkalom, ki vagy választva, és küldve vagy. Keretség és Rizind ezt jelenti. Egy új nevet adtad, ezzel te küldve vagy, szövetséget kötött az Úr. És ez egy nagyon szép jelkép. Időként az történik a mi életünkben valamikor mi bizonyos okok miatt új nevet választjuk. Itt vannak a magyar kultúrában is, amikor férjhez megy, akkor a saját nevet változtatják, és a másik nevet veszi. Ez egy változást jelent az ember életében. A név nem csak úgy azért van. Pontosan, nézzük, hogy itt is Jézus születésekor mondja, hogy Jézus lesz a neve. Ez mondja az angyal, így kell nevezni. Ez lesz a neve. Jézus lesz a neve. Ez a mi nevünk, ez nem véletlenül van. Ez valami jár ezzel együtt. Valami értelme van. Körülmetélés ószövetségben. Az egy jel annak, hogy Isten kiválasztotta. Te ehhez a közösséghez tartozál. Innentől kezdve, akik ezt a jelet hordoz testben, az ehhez a közösséghez tartozik, és mindenki, aki nem, annak azt az embert ki kell közösíteni. Ez volt? Azért nagyon-nagyon fontos jel körülmetélés. Most testben. És az új szövetségben erről nagyon sokat mesél Szent Pál. 8. napon el kellett vinni a fiú gyermeket, és körül kellett metélni. 8. napon. És ha nézzük, új szövetségben Lukács evangéliumot, ha olvasunk, akkor ugyanazt lehet olvasni. A 8. napon Mária meg József már, mint a szülei elvitte kisgyermeket, és folytatja ugyanazt a dolgot. Tehát nekünk bizonyos értelemben mi is vagyunk körülmetélve valamennyien. Most ne nézzétek sehol, mert nem ebben az értelemben mondom, a szövetség értelmében, új szövetségben körülmetélés az azt jelenti, hogy keresztség. Pontosan ezt jelenti. És erről szól, és írva is van, mit is jelent egyébként új szövetségben a keresztség. Pontosan írva van itt, milyen fontos a keresztelés. Úgy, ahogy ószövetségben a körülmetélés halál komolyan fontos, és olyan fontos volt, talán még fontosabb itt a keresztelés. Meg kell keresztelni a gyermekeket.
Most nézzük ezt egy kicsit a Kolosszieknak írt levél 2.11. Így van írva, benne, mármint Krisztusban, körül és megtélkedtetek, nem kézzel, mármint kézzel végzett körülmetéléssel, az érzéki test levetésével, a Krisztus szerint körülmetéléssel, amikor vele együtt eltemetkeztetek a keretségbe. Ez van írva. 2.11. Most Krisztussal való eltemetkezés ugyanazt jelenti, hogy ha vele eltemetkeztünk, akkor vele fel is fogunk támadni. Nem ez a lényeg a kereszténységnek? Nem ez a lényeg? Nem azért élünk? Nem meghalni, hanem élni itt, meg az eljövendőben is. Az egész kereszténységnek a lényege ez. És az itt kezdődik. Mi azt tanultuk, amikor egy gyermeket megkereszteli, akkor az áteredő bűntől megszabadul, hogy lemossa az áteredő bűnt, hogy egyfajta szabadságot ad a gyermeknek, ugye? Egyébként a legnagyobb félelem vagy rabszolgasság életünkben a halál félelem. Mi meghalunk, nincsen élet. Ez az, amit bennünket rabszolgálva teszi. Érted, hogy én mondom? Ettől való szabadulást jelent egyébként a keretség. Megvédtem, hogy vízre lépj, hova nélküled, első életed. Felnézek a vizek fölé, látnak én a lelkemben.